Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatódik az a beszélgetés sorozatunk, amely a Vörösmarty Társaság idei esztendejét, tehát a következő szezont próbálja meg elmesélni önöknek, hogy mi minden vár ránk a kulturális életben, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Szeptemberben indul a szezon, az új évad, vendégem pedig Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke. Szervusz, Zoli. No, hát akkor vágjunk a közepébe. Már vártuk, hogy legyen. És akkor mielőtt... Hogy induljon a szezon? Hogy induljon a szezon, igen. Hát én nagyon jól éreztem magam nyáron, annak ellenére, hogy hát természetesen az unokám immal töltött nyaraláson kívül rengeteget kellett dolgozni nyáron is. Több feladat volt, és több feladatot kellett elvégezni, még így valóban a szezon kezdetig. De hát a nyarak azok általában ilyenek, hogy amit az ember nem tud megcsinálni évközben, azt megpróbálja nyáron, amikor kevesebb rendezvényünk van, elvileg. Több az embernek a szabad ideje, elvileg. Hát sajnos, hála Istennek nagyon sok tennivalom volt a nyáron is, úgyhogy mondhatom azt, hogy munkával töltöttem a nyarat, és sok öröm volt benne, és remélem, hogy sok öröm lesz majd akkor, hogyha ez megvalósul. Tehát megtörtént a feltöltődés. Akkor menjünk el a Kossuth utcába először is, bár nincs itt Lakner József, röviden azért essék szó, hiszen azt hiszem, hogy lesz egy bejelentés, az Áron Nagy Lajos művészet barátkör eddig is a Vörösmarty Társaság tagja volt, csak most szorosabbra fűzitek ezt az együttműködést. Erről egy sajtótájékoztató már volt, ahol ezt Lakner Józseffel megbeszéltük, de azért fontos, hogy Vörösmarty Társaság elnökeként te hogy látod ezt az együttműködést? Én azt hiszem, hogy ez csak a Lakner Józsefnek, az Áron Nagy Lajos művészet barátkör elnökének egy elkötelezettségét jelenti, és hiszen eddig is így volt, én rendkívül nagyra becsülöm az Áron Nagy Lajos művészet barátkört. Mondhatom azt, hogy szinte példamutató, ahogy ők erősítik a kis közösségüket, ahogy végzik a munkájukat, a feladataikat, és amivel hozzájárulok a város közművelődéséhez, és hát természetesen a Vörösmarty Társaság jó hírnevéhez. Tehát valószínűleg tartom, hogy a Jóska ezt olyan szándékkal mondta, hogy megerősítse ezt a nem is együttműködés, mert hát a Vörösmarty Társaság betartozik az Áron Nagy Lajos művészet barátkör. Igen, annyit azért elmondunk a nézőknek, hogy Bori Jenő születésének évfordulója lesz, és az Áron Nagy Lajos baráti kör ezt tartja fókuszban most az idén, mert hogy ez valóban fontos Bori mester életútja. Igen, hát ennek mindnyájan nagyon örülünk, és hadd mondjam el a mai egyik élményemet. A Borivár bejáratánál álltam, ott volt találkozom egy írótársammal, és az Áron Nagy Lajos művészet barátkör egyik tagja jött be a Borivárba, fényképeket készített, hát nyilván ő is készül erre a kiállításra, és sokan tudtommal. Ez egy nagyon tiszteletre méltó és méltó kezdeményezés az Áron Nagy Lajos művészet barátkörnek, mint azt hiszem, hogy a többi kiállításuk is, ami várható itt az ősz folyamán. Ma itt szó esik köztünk értelemszerűen a várról fogunk beszélgetni. Óhatatlanul is szó kell, hogy essék a könyvkiadásról, novellás kötet jelenik meg, lesz egy különleges est. Azonban hétfőn már is a közepébe vágunk, hiszen hétfőn elkezdődik a Királykuti esték, Bakony István sorozata, ahol ugye Novák Péter lesz a vendég, tehát folytatódik a Királykuti esték is. Viszont ami a te kompetenciád teljes egészében, kedden pedig már is az Öreghegyi disputa, ami egy rendkívül népszerű beszélgetés sorozat. Igen, és most félreértés ne essék, ez teljesen függetlenül a kampányidőszaktól, ami most az önkormányzati választások miatt van. Én egy adósságomat szerettem volna törleszteni a polgármester úrral szemben. Egyrészt
hiszen régen volt az öreghegyi disputa vendége. Viszont hallgattam a nyár folyamán az ünnepi beszédeit, különböző ünnepi beszédeket, és meg kell mondjam, hogy mélyen érintett mindegyik, rendkívül tiszteletre méltó őszinteséggel és alapossággal beszélt ezeken a rendezvényeken a polgármester úr. És egyrészt már az augusztus 20-ai ünnepi beszédkor elhatároztam, de aztán megerősített benne egy televíziós műsor, ahol megszólalt Kaposvár polgármestere. Ott valami beruházással kapcsolatban beszélt, a kaposvári beruházással kapcsolatban, és azt mondta, hogy hát reméli, hogy Kaposvár nem sokára rátér arra az útra, ami ő számukra most egy terv és elképzelés, és példaként hozott föl két vagy három várost, elsősorban Fehérvárt. És ez olyan jó érzés volt egy lokálpatrióta fehérvárinak, mint ahogy még egyszer mondom, polgármester úr különböző megnyilvánulásai, és ezért gondoltam úgy, hogy meghívom az öreghegyi disputába őt. Öreghegyieknek is azt hiszem, hogy hasonló jó érzései lesznek, hogyha a polgármester úr beszámol a város eredményeiről, mert hát ezek tényleg felemelő eredmények. Na, van, tehát kedden 18 órakor az öreghegyi közösségi házban várjuk a vendégeket. No, hát határon túli magyar irodalom napjai. Bocsánat, de még igen. Valamit hadd mondjak, mert még egy disputa lesz egy hét múlva, és ez azért fontos számomra, mert a magyar közművelődés egyik bizonyos értelemben kulisszák mögé került, vagy legalábbis csak bizonyos körökben népszerű tagja lesz a vendégem, mégpedig Butz Hunor, a térszínház igazgatója, aki egyrészt kiváló író, Jászai Mari díjas rendező, ő hozta létre a térszínházat, nem mellesleg mondom, hogy Csurka Istvánnak nagy tisztelője, és az utolsó, Csurka utolsó drámáit a térszínházban mutatták be, tehát nagyon közel áll hozzám Butz Hunor, egészen fiatal korom óta ismerem, különböző versmondó versenyeken találkoztam vele, na most hála Istennek sikerült őt meghívni, és azért is vágtam közbe, és kértem szót tőled, mert azt hiszem, hogy egy rendkívül élvezetes, nagyszerű ember lesz a vendégem, és kiváló beszélgetést remélek vele. Még azt tegyem hozzá, hogy elkezdtünk most levelezgetni ezzel kapcsolatban, és ilyen, most már ott tartunk, hogy szinte naponta ilyen irodalmi levélváltások vannak, hogy ő küld valami gondolatát, akkor én elküldök neki egy verset, akkor azzal kapcsolatban ő egy verset, na szóval egy remek. Érdeklődéssel várjuk. Remek kapcsolat. No, még a Vörösmarty Társaságról fogunk beszélni, a fiatalok térnyeréséről, nagyon sok ok van ennek, hogy ez miért ebben az esztendőben következik be, de akkor tényleg október 6-7-8, határon túli magyar irodalom napjai. Ugye értelemszerűen október 6-a a kezdet mindenkor, most azonban az idén ugyanígy lesz, viszont az alap Trianon. A trianoni évforduló, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy Trianon kapcsán a történetírás alapjairól fogunk beszélni, vagy az irodalom által megszólított emberek szólalnak meg. Én azt hiszem, hogy elsősorban az utóbbi fog dominálni, de egyet mindig szem előtt kell tartani, azt, hogy a határon túlélő magyarok, határon túlra szorult honfitársaink, testvéreink egészen másként élik meg Trianont is, és annak következményeit, mint mi. És természetes dolog az is, hogy ez a különböző irodalmi alkotásokban is abszolút az ő szemszögükből fog megjelenni, vagy jelenik meg. Ezért gondoltam,
tekintettel arra, hogy jövőre lesz az évforduló, de Székesfehérvár megtette azt, hogy 2 éves ciklusban foglalkozik Trianonnal, ez az első esztendő, és én úgy gondoltam, hogy ehhez az előadás sorozathoz nekünk hozzá kell járulni. Még egyszer mondom, nagyon jó feladat ez, mert hát elevensebb a határon túliak lelkében, szívében. És ugye esztendőről esztendőre itt lesznek a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről egyaránt, és természetesen mások is. Én azt hiszem, hogy nagyon várjuk ezt, mert hogy mindig méltóságot kölcsönöz az ő jelenlétük. És ráadásul ez egy egyedülálló történet a határon túli magyar irodalom napjai hangsúlyozottan. Igen. Az egyik programpont, az például Marcsók Vilmának, a Délvidéken élő kiváló nyugdíjas tanárnőnek, mondhatom azt, hogy irodalomtörténésznek, írónak, a most megjelent Vörösmarty Társaság gondozásában megjelent könyve, a Szórványvilág. Marcsók Vilma a több évtizedes tanári tapasztalatait, azon kívül az egyéb az ottani közéletben vállalt szerepének a tapasztalatait írja le, rendkívül színes illusztrációval, nagyon konkrét történetek elmondásával, és hát természetesen abszolút szubjektív módon meggyőződésem, hogy ilyen kiadvány nagyon kevés jelent meg a Szórványvilágról, mint Marcsók Vilmának a könyve. Nagyon nagy munka volt, ezt be kell vallanom. Számunkra, akik a könyvet előkészítettük és elkészítettük, de hát egy egészen különleges olvasmányélmény lesz, biztos vagyok benne. És hát nagy örömmel vállaltuk, hiszen Marcsók Vilmának én nem hiszem, hogy itt az országhatáron belül lett volna más lehetősége ezt a könyvet megjelentetni, de ott kint sem, mert hát rendkívül kritikusan és őszintén beszél a Szórványban élők helyzetéről. Igen, a Vörösmarty Társaság számára ez nyilván kiemelt esemény, mert ugye, ahogy már beszéltünk róla, az országszerte egyedülálló. Érdeklődéssel Igen. várjuk, telt szívvel mindenképpen. Ugyanakkor ott van nekünk a Vár, rövidesen megjelenik az új. Én az előzőt olvastam, és azt mondom, hogy megint nagyon egységes. Úgy tűnik, hogy sikerült szerkesztők, ugye dicsérete is ez egyben, egy olyan átfogó képet mutatni az irodalomról, a Székesfehérvár, illetve olyan szerzők is megjelentek, akik kevésbé voltak ismertek, tehát ez egy egységes egésznek minősül. Hát nézd, nem szabad az embernek a saját lovát dicsérni, de örömmel mondom, hogy tegnap előtt kaptam meg Szabó Ferenc atyától, aki vendégünk lesz a határon túli magyar irodalom napjain, hála Istennek, és sőt, az egyik vitaindító előadást ő fogja tartani, a másikat pedig dr. Lukácsi József. Mind a kettő én szerintem egy nagyon érdekes és nagy élményt ígérő előadás lesz, igazi vitaindítók lesznek, még az október 6-ára emlékező műsorunk előtt. És hát Szabó Ferenc atya, őt mi valamennyien Feri atyának hívjuk, tehát azért merem ezt mondani. Tehát Szabó Ferenctől kaptam nemrégiben egy írást, ami meg is jelent a Várba, és ennek kapcsán ma írt nekem, hogy aki egy rendkívül szigorú kritikus, te is ismered őt, szókimondó, szigorú kritikus, és azt írta nekem, hogy egyre jobban Vár, gratulálok. Igen, ezt mások is mondják egyébként, hát tehát Pesten másutt
És nem csak azok az elkötelezettek, akiknek valamilyen szinten közük van ehhez a történethez. Úgyhogy ez egy jó út mindenképpen. Igen, hát remélem, hogy jó úton járunk, és hogy még tudunk. És az is egy jó út, hogy a novellás kötet. Tehát először fog kiadni, ugye a verses kötetek nagyon is jól tudjuk, nem soroljuk fel a szerzők nevét, bár most Prax Levente azt hiszem, hogy egy újdonsággal jelentkezik, tehát az egészen kiváló, a fiatal tehetség, sőt az ifjú hölgy kötetbemutatója is Kürti most Réka, lesz, Kürti Réka új kötete, tehát azért vannak fiatal tehetségek, viszont amit meséltél, hogy Cserpakovics András polgármester kapcsán és Székesfehérvár kapcsán Szita Károly Kaposvár polgármestere mit mondott, ez vonatkozik bizonyos értelemben Székesfehérvár kulturális életére is. Hát ez tehát én magam is kapok visszajelzéseket erről, tehát nem csak a megyén belül ismerik el ezt a tevékenységet, hanem országszerte, és a határokon túl is. Tehát ennek egy újabb lépése a novellás kötet, mert eddig el voltunk halmozva a versekkel, ugye a haikutól kezdve minden, illetve novellák, rövid írások jelentek meg, elemzések, de most ez egy új dolog. Igen, hát tulajdonképpen két versantológia után, azon kívül pedig hát egyéb antológiában is megjelentek a fehérvári költők versei, úgy éreztem, hogy itt az ideje annak, hogy a prózáról is szóljon a mi történetünk, hiszen ezt is hangsúlyozom folyton, hogy meggyőződésem, hogy olyan szerzőgárda él most Fehérváron, amire az egész ország felnéz, ezt komolyan mondom, és folyton ilyen visszajelzéseket kapok. Nem véletlen az, hogy a fehérvári költők a Kárpát-medence összes valamire való folyóiratában, rangos folyóiratokban is megjelennek rendszeresen. De amellett egy kicsit elfeledkeztünk arról, és elsikkadt az, hogy kiváló prózaírók is. Aki ismeri a vár, rendszeresen olvasolja a várnak, és ismeri a váranyagát, az tapasztalhatja, hogy nagyszerű írások jelennek meg. Annak ellenére, hogy pár évvel ezelőtt még egy probléma volt az országos irodalom életében, hogy minthogyha leálltak volna az írók a novella írásról, a szép próza írásról. És én annak idején ezt célul tűztem ki, hogy igenis, hát akkor adjunk egy lendületet, legalább itt a városban, vagy a megyében, vagy a hozzánk közel álló írók esetében adjunk egy lendületet a novella írásnak. Hát ehhez példát kell mutatni, és ezért gondoltam, hogy összegyűjtöm a kollégáimnak a legjobb írásait, és hát sikerült, napokon belül a nyomdába kerül ez a novellás kötet. Hát ez is egy áttörés mindenképpen. Hát igen, nagyon régen jelent meg novellás kötet, székesfehérvári költők novellás kötete, tehát ez is azt lehet mondani, hogy hosszú évek óta fönnálló tartozásunk volt. Hát most nézd, ha én ezt megint dicsérem, akkor lehet, tedd meg bátran, mert hogy én azt gondolom, hogy érdeklődéssel várjuk. Mint ahogy érdeklődéssel vártuk, szintén újdonság volt a Versek ország útján antológia az elemzésekkel együtt. Ennek kapcsán viszont készül egy nagy dobás, ha úgy tetszik, hiszen egy költői előadói estre kerül sor, még nem tudjuk ugye az időpontját, viszont az ötlet szenzációs. Hogyha arra gondolsz, hogy ennek a versünnepes gyermekek, igen, hiszen azért vannak, igen, nekünk. Hát ez egy jó, igen. Kubik Annával én beszéltem a nyár elején még erről, meg hát mi is beszéltünk erről, hogy nagyon jó lenne, hogyha a Carmina Alba Régi kötet anyagát a versünnep fiataljai elmondanák, azt a vers anyagot. Én remélem, hogy ez hamarosan meg fog valósulni. Bízom benne én is. A határon túli magyar irodalom második napján, határon túli magyar irodalom
napjainak a második napján a színház kávézójában, tehát a Vörösmarty irodalmi szalomban ezt azért bemutatjuk a határon túli író társainknak, ezt a kis kötetet. Nyilvánvaló az egy rövidebb kötetbemutató lesz, hiszen második részeként ennek a rendezvénynek egy egészen különleges felolvasó est lesz. Dóka Andrea lesz a vendégünk, és Vas Albert könyvéből fog felolvasó estet tartani. No, és akkor itt van előttem, ezt még így én, Döbrentei Kornél van a címlapon, ezt meg is mutatom. Ez a múlt, kérem szépen, kedves nézőink, irodalomkedvelők, hiszen a velencei tavi irodalmi gondolat, és ez is egy áttörés. Én érdeklődéssel hallgattam, amit mondtál. Kérlek szépen, hogy ismételd meg, amit a sajtótájékoztatón elhangzott, mert én magam is személyesen is tapasztaltam, hogy ez egy rendkívül érdekes és érdekfeszítő sorsa van ennek a gondolatnak. Hát nézd, aki időnként megfordul nyáridőben strandokon, vagy különböző közösségi helyeken, de itt elsősorban ilyen nyaraló emberekre gondolok, akkor azt látjuk, hogy olvasnak strandokon, itt-ott olvasnak az emberek különböző kiadványokat, és arra gondoltam, hogy legalább itt a Velencei tó környékén legyen egy olyan kiadvány, amit hát az irodalom kedvelő emberek megtalálnak, és olvashatnak. Ezért tavaly Tóth István gárdonyi polgármester úrral közösen elhatároztuk, hogy egy ilyen időszaki kiadványt adunk ki. Nagy sikere volt a Velencei tó környékén, és meglehetősen jó visszhangja van országosan is, azt majd el fogom mondani, hogy milyen visszajelzéseket kaptam. És hát mondom, hogy a tavalyi sikertől fölbátorodva az idén két szám jelent meg, elsősorban természetesen a Vörösmarty Társasághoz kötődő írók írásait tartalmazza, de szeretném, hogy amennyiben ez továbbra is életképes lesz ez a kiadvány, akkor szeretném ezt változatosabbá tenni. Az is igaz, hogy az első ezekben a számokban például határon túli íróink benne vannak, sőt, tavaly lengyel barátainktól is kaptunk írást, és meg is jelent. Tehát valóban arra törekszem, vagy törekedtem, hogy színes és olvasmányos, és könnyen olvasható kiadvány legyen, mert az ember fekszik a pokrócon, vagy a napozó ágyban, és könnyen olvasható legyen. Igen, hát ebből egy rövid részletet, bár nem szokás, P. Maklári Éva Kurusz dalából a végét hadd olvassam fel a nézőknek, hiszen ez csoda. Egy kérdéssor voltak éppen, engedik-e majd trónoló vének lányok énekét tavaszi este, fehér ruhában lobogó hajjal, virágot szórva utcakövekre? Vajon jogom lesz-e hinnem mindazt, ami nekem fontos, hogy a szivárvány fölött angyalok szállnak, és a nap is ott ragyog, hogy templom tornyaink égig érnek, s a szeretetnél nincs nagyobb, szabad-e majd a tépet hazában hangosan mondanom, ez vagyok? Közben, hogy olvastad, eszembe jutott, egy nagyon nagy megtiszteltetés ért minket. Nemrégiben itt volt a trianoni szemlének a főszerkesztője és két szerkesztő társa, és akkor megkért engem Szidoropulos Archimédesz, hogy fehérvári költők trianonnal foglalkozó verseit gyűjtsük össze és küldjük el, úgyhogy a trianoni szemle következő számában a fehérvári költők versei fognak egy blogban megjelenni. Zolikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt hiszem, hogy érdekes és nagyszerű évad elé nézünk mindenképpen. Tehát már is hétfőn, illetve kedden ott leszünk, és természetesen a
beszámolunk erről a Paletta Kulturális Magazinban, és mindenütt a Fehérvár Televízió, illetve a Fehérvár Hetilap hasábjain. Köszönöm, én köszönöm, és jó kedvű a kulturális rendezvényeknek a látogatóit jó kedvre biztatom. Így legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, egy beszélgetést láthattak Babori Zoltánnal, a Vörösmarty Társaság elnökével a most megkezdődő évadról. Azt hiszem, hogy várunk minden kultúra kedvelőt, higgyék el, megéri. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!